Több mint 4 éve kezdődött el az interaktív oktatáshoz szükséges technikai eszközök beszerzése a Trefort Ágoston szakképző iskolában. Azóta számos tapasztalatra tettek szert, mind a tanulók, mind a pedagógusok. Szederné Tóth Zsuzsa például az interaktív tábla segítségével ösztönzi a diákokat a játékos ismeretszerzésre. Elmondása alapján az elmúlt időszakban a fiatalok sokkal aktívabbak lettek az órákon, de az interaktív táblán kívül más technológiai újításra is sor került. Ezeknek az eszközöknek a beszerzése folyamatosan történt iskolánkban. 2006-ot tudom megnevezni annak a dátumnak, amikor az iskola modern eszközökkel való ellátása megkezdődött. Az iskola ekkor bekapcsolódott a szakiskolai fejlesztési programba, és ennek keretében a szakiskolai osztályokban teljesen új tanítás valósult meg, ez az úgynevezett projektalapú oktatás. Az évek során láthatóvá vált, hogy a gyerekek sokkal jobban motiválhatók ezzel a fajta oktatással, hiszen tevékenyen részt tudnak venni az órák munkájába interaktív módon. Ehhez hozzájárult az interaktív táblának a használata. Nagyon szeretik a tanulók ezt a fajta oktatást, sőt, ettől az évtől kezdve már a szavazórendszert is próbáljuk beüzemelni, használni, ez is nagyon tetszik nekik. Sokkal könnyebben vállalkoznak így akár felelésre, vagy pedig az óra közi ellenőrző, vagy óra elejé ellenőrző kérdések megválaszolására is. Természetesen nem csak ennek a programnak a keretében tudtunk ilyen eszközöket beszerezni, hanem a szakképzési hozzájárulásból, informatikai normatívából. Mostanra pedig elértük azt, hogy minden szaktanteremben van ilyen tábla, illetve a könyvtárba és a természettudományos tárgyak oktatásához külön terembe tudtunk felszerelni ilyen táblát. Vannak mobil eszközeink is, úgyhogy igazából csak a pedagógusokon múlik az, hogy mennyire használják az órák során. Néhány évvel ezelőtt a legtöbb intézmény számára ez a típusú modern oktatás úgymond nagyon, nagyon újszerű dolog volt. Akkor milyen érzésekkel vágtak bele? Hát akkor bizonyára vegyes volt az embernek az érzésvilága ezzel kapcsolatosan, hiszen mikor elkezdtük a pedagógus pályát, akkor ilyen eszközök még nem voltak. Tehát, hogy úgy mondjam, mi ezekkel együtt nőttünk fel, tanultuk a használatát a gyerekekkel együtt. Nagyon sok továbbképzésen is vettünk részt, hogy a táblák használata zökkenőmentes legyen, és ne csak vetítővászonként funkcionáljanak. Ebben a tanévben, most második fél évben pedig már belső továbbképzéseket is szervezünk, hiszen olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kollégánk Szederné Tóth Zsuzsa nagyon magas szintre tudta vinni a táblák használatát. Tananyagfejlesztésben vesz részt, konferenciákra jár, ahol előadást tart, nyáron ilyen jellegű táborban tanulókkal foglalkozott. Így a kollégák ezzel is elismerik az ő tevékenységét, tudását, hogy szívesen részt vesznek az általa tartott továbbképzéseken. Ének, zene, matematika és természetismeret, úgymond interaktív órákat látunk éppen. Amit tapasztalunk az az, hogy a gyerekekkel való kapcsolat, tartás és kapcsolatfelvétel igen egyszerű. Ezek a segédeszközök megkönnyítik ezt? Igen, nagyon megkönnyítik. Ezzel az osztállyal, ami a saját osztályom, már 2 éve dolgozunk interaktív táblával, és szívesen kijönnek. Szeretik azt, hogy nem kell táblát törölni, szeretik azt, hogy rengetegféle eszközzel tudnak dolgozni, és segítik egymást is, vagy én segítem őket, sőt olyan is van, hogy nekem is mondják, hogy melyik eszközt használjam, akkor mert meg szoktam kérdezni, hogy milyen színnel dolgozzunk, és én azt hiszem, hogy akár a kapcsolattartásba, akár pedig a fegyelmezésbe, vagy pedig az oktatás színvonalában nagy segítséget ad. Sok iskolában olyan problémákkal küzdenek, hogy a diákok gyakran nem járnak be órákra, kihagynak egyet-egyet. Itt viszont a ló másik oldalára estünk, úgymond, mert hogy a felelésért is sorban állás van gyakorlatilag. Nálunk is vannak természetesen olyan diákok, akik néha briccelnek egy-egy órát, viszont a felelésért valóban sorba állnak. Ennek az lehet az oka, hogy
egyszerűbb felismerni valamit, és kiválasztani dolgokat, és úgy válaszolni rá, mint mondjuk megoldani egy önálló pársoros választ. Viszont itt is elég bonyolult logikai műveleteket kell végezni, és én úgy gondolom, hogy ez azért is jó, mert a kompetenciákat fejlesztik, és már a digitális kompetencia az nagyon fontos, és egy többszörös feleletválasztásos kérdéssel, amit itt is láthattunk, a tárgyi tudása is fejlődik, és annak ellenére biztosabban tud választ adni, és azonnal értékeljük, amit nagyon szeretnek, és meg szoktuk nézni a osztály többi részének is a válaszát, úgyhogy le lehet menteni a smart, interaktív szavazó és feleltető rendszerrel ezeket, és vissza tudjuk ellenőrizni, és látom azt, hogy hol kell még nekik több magyarázat, és ott megkapják. Az óra alatt közben látjuk azt, hogy a gyerekek azok kezelhetők, és nyitottak az új ismeretre. Itt az órán ilyenek, de motiváltak ők-e délután a tanulásra, mondjuk amikor hazamennek? Hát én úgy gondolom, hogy nem nagyon szoktak otthon tanulni. Dolgozatírás előtt talán többet. Ez az osztály, ez szakiskolás osztály, tehát szakmát fog tanulni most már a következő évtől. Most jelenleg 10-esek. Otthoni motiváció akkor szokott lenni, hogyha kapnak egy-egy szorgalmi feladatot, és azért plusz ötösöket kapnak. Szoktam én is nekik adni például PowerPoint készítést, vagy akár egy szövegszerkesztést, ugyanis 4 olyan blogot üzemeltetek, amely egyrészt kollégáknak szól, egyrészt nekik, és tananyagokat rakok fel, tehát ilyen esetben általában motiváltak, de arról nincsen képem, hogy otthon mennyit szoktak tanulni. Itt az interaktív tábla segítségével hogyan szerzik meg az új ismereteket? Sokszor mondják azt, hogy játszunk. De ez igaziból tanulás, hiszen ezekkel a tananyagokkal úgymond játékosan megjegyez dolgokat. Amellett, hogy vizuálisan nagyon sok ember befogadóképes, sokkal könnyebben, mint auditívan. Amellett ugye elhangzik szóba is az információ, és én úgy gondolom, hogy ez a többszörös dolog segíti őket abba, hogy ez a tudás tartóssá váljon. Mi a véleményed az órákról? Tehát milyen egy felelés, milyen az óra maga, és milyen a motivációd a tanulásra? Hát az, hogy minél jobb eredményt érjek el, ugye használjuk ezt az új szavazóegységet is, megkönnyíti a tanárnő dolgát is, mivel nem kell dolgozatokat javítani, meg sokkal gyorsabb így a felelés is, és több embernek jut idő felelni. Milyen jegyeid vannak? Hát most jól zártam a fél évet is, ugye a legrosszabb jegyem az 3-as volt, de próbálok évvégéig javítani. Az imént egy egyenletet oldottál meg az interaktív táblánál. Mennyire könnyítette meg a helyzetedet a tábla használat maga? Sokkal jobb ezzel megcsinálni, mint a hagyományos táblával, amivel az eszközök se csúsznak el, meg a tábla használata is sokkal könnyebb. Ezt a mindennapokban is használjuk, ugye otthon mindenkinek általában van számítógép, és vagy szerkeszt valamilyen feladattal, és már a mindennapokban ez benne van. Annak idején, amikor ez az egész elkezdődött, hogyan vágtak bele, vagy hogyan vágott bele ön a tananyagfejlesztésbe, a tábla használatába, milyen érzésekkel? Először egy továbbképzésen láttam, ahol engem elkápráztatott, hogy hú, mennyi minden tud ez a tábla, és hogy lehet ezt megcsinálni. Aztán volt nálunk is egy továbbképzés, amin részt vettem. Ott, akik tartották a továbbképzést, azt mondták, hogy nagyon jó ötleteim vannak, és próbáljak ezzel foglalkozni. Én azóta a táblát minden nap használom, minden órán rengeteg tananyagot hozok a gyerekeknek, és ezek a tananyagok ugye megmaradnak számomra, tehát elővehetőek, és engem ez nagyon motivál, hogy a gyerekek nagyon szeretik. Tehát az én motivációm maga a gyerek, és imádom ezt a tananyagfejlesztést csinálni, hobbimmá vált. Közben milyen készségek fejlődnek, mind tanári oldalról, mind pedig a gyerekek oldaláról? A gyerekek oldaláról a tananyag elmélyítés és tulajdonképpen a kedv ahhoz, hogy bármit megtanuljanak. Tehát nem kiállok és krétapedagógiával magyarázok nekik, hanem az ő saját 21. századbeli dolgai alapján, hiszen otthon soknak van számítógép, mobiltelefon mindenkinek van, esetleg videó, televízió, tehát olyan dolgokat kapnak otthon, ami másféle motivációt igényel itt az iskolába. Tehát a gyerekek szempontjából ez szerintem a tanulás segíti
elő. Az én szempontomból pedig sose tanultam számítógépes alapismereteket annak idején. Egy másik iskolába tanítottam, amikor diákok segítettek nekem számítógépes ismereteket szerezni, és onnantól pedig ilyen non-stop önképzéssel és néhány továbbképzéssel tulajdonképpen nagyon magas fokra jutottam ebbe, és engem azért motivál, hogy minél jobb tananyagokat tudjak a gyerekeknek készíteni, hogy ők ezáltal még többet tanuljanak. Eredmények nem is egy van, hogyha jól tudom, ezekről mit lehetne elmondani? Rengeteg eredmény van, kívülről nem is tudom felsorolni őket. 30 éve vagyok a pályán, több mint 60 elismerésem van. A pályám első részében elsősorban kórussal foglalkoztam. Rengeteg nemzetközi versenyen is vettünk részt, és hazain is. Nemzetközi arany és nemzetközi ezüst minősítésem 10 van, de évkórusa, karnagyi díjak, kóta elismerése, ez mind a birtokomban van. És a pályám második szakaszában pedig a tananyagfejlesztéssel és az interaktív táblával kezdtem el foglalkozni, amiben megint nagyon szép eredményeket értem el, hiszen konferenciára hívnak előadni, de nyertem Smart Kreatív Interaktivitásba kétszer is sikeres eredményt. Ezek a pályamunkáim fent vannak a interneten, nem én tettem fel őket, hanem maga a pályáztató cég, de a műszaki kiadónak is volt egy pályázat, ahol országos első lettem, de nem csak ebbe, hanem irodalmi pályamunkába is részt vettem, ahol országos második lettem, itt tulajdonképpen a pedagógus életpályámat írtam le, ez 2010-ben volt. Azelőtt is készítettem feladatokat, részt vettem itt az iskolában egy olyan tréningen, ami a feladatszerkesztést tanította meg, hogy melyik az a végülis teszt, amit lehet a legjobban alkalmazni az oktatás során. Azokból is mind csak azt tudom mondani, hogy sikereket lehetett elérni. Ön matematika, kémia és énekzene szakos tanár, mondhatni, hogy mind a három területen fel tudta használni az új táblát. Mégis mi laikusok hogyan képzeljük el, hogyan zajlik például egy énekzene az interaktív tábla használatával? Az énekzene órákhoz én készítettem klippeket a gyerekeknek, népdalokhoz. Egy klip elkészítése nagyon hosszadalmas idő, tehát maga egy 3 perces dal több mint 5-6 órát vesz igénybe, még klipet készítünk. De ha belegondolunk abba, hogy a gyerek otthon klippeket néz, akkor szinte el is várná azt, ha lenne ilyen, ugye kész tananyag. Tehát az egyik az, hogy így tanítom nekik a népdalt. Látják a szöveget, hallják a zenét, de vannak népdal karaokéim is, ugyanilyenképpen, ezeket nagyon szeretik. Ugye van akkor a zeneelmélet. Hát általában ezeket a dolgokat csak úgy leadni, mint tananyagot, nem túl érdekes. Viszont, hogyha egy játékos feladaton keresztül próbáljuk, vagy a zeneszerzők arcképeit is, mint amit most láttunk, játékosan próbáljuk nekik megtanítani, hát először is szívesebben hozzákezdenek, másodszor pedig hamarabb megtanulják. Ennek pedig megvan az eredménye, hiszen a naplóban a legrosszabb jegy a 3-as. Felelni pedig szinte mindenki szeret. A legtöbb diák szerint kiállni az osztály elé, és szóban felelni sokkal stresszesebb, mint úgymond beixelni a helyes megoldást. Sokkal jobb, mint mondjuk lapra írni, vagy kiállni így az osztály elé felelni. Sokkal jobb így. Többet kell tanulni? Nem kell annyit tanulni így, mióta van ez a feleltető rendszer. Maga a vizualitás megkönnyíti a felismerést, az új ismeret befogadását és a memorizálást? Hát igen, mert ugye látjuk a neveket is, és a képeket is, és így könnyen megjegyezni a dolgokat. Milyen eredményeid voltak akár felelet terén? Hát ilyen közepes körül. Voltak jobbak is, voltak rosszabbak, hát mikor, hogy tanulok, mikor, hogy készülök az órákra. Matematika órán az interaktív táblának a használata, például egy egyenlet megoldásánál, vagy egy ábrázolásnál, vagy geometriában, mennyiben nehezíti meg a sikert? Tehát mennyiben könnyű, vagy nehéz az eszközöknek a használata? Az írás az nagyon könnyű a táblára, hiszen előveszi a ceruzát, és azzal ugyanúgy dolgozik, mint a füzetbe. Hogyha én adok neki lehetőséget arra, hogy ki kell választani, hogy mondjuk egy egyenletnél melyik az első lépés, vagy a következő lépés, akkor
Ha nem tud sehogy se elindulni, akkor legalább egy ötletet kap, tehát megkönnyíti számára. Hogyha adok gyakorló feladatokat, ami egy memóriajátékhoz hasonló, de nagyon sokféle megoldás van, akkor is játékosan tanul. A mértani eszközök használata viszont eléggé nehézkes. A diákok azok nem is nagyon szokták használni, csak ritka esetben, ha szeretnék kipróbálni, ezekkel én dolgozom. Viszont annak ellenére, hogy ez egy picit lehet, hogy nehézkesebb, annak ellenére sokkal könnyebb. Én nem a táblánál szoktam ezt használni, hanem itt a helyemen. Akkor teljes rálátása van a gyereknek, nem takarok. Az órán azt láttuk, hogy a diák ugye a táblánál használta, nyilván volt egy kis takarás. Ha én egy zöld táblánál használok fa, vonalzót és körzőt, abszolút nem látja a gyerek. Itt viszont akármikor, ha nem állok be a képbe, akkor látja, és megállok, ő dolgozik, kérdez, megint megmutatom az eszközt, sőt vannak olyan interaktív tananyagok is, ahol szintén le lehet állítani magát a mértani dolgokat. Beszélhetünk úgymond pozitív értelemben vett csoportmunkáról? Mert hogy itt elhangzottak közben megoldások. Lehet azt mondani, hogy a tanulók segítenek egymásnak, és tényleg közre működnek az órákon? Igen, szeretnek egymásnak segíteni. Amikor felelés van, néha persze akkor is, de akkor nem szabad. Van, amikor meg kérem őket, hogy igen, tessék mondani, hiszen aki közel áll a táblához, nem biztos, hogy mindent átlát. És az lenne a cél, hogy mindenki részt vegyen az órába, akkor is, hogyha egy frontális óra van, de hogyha csoportba dolgozunk, akkor is kivetítem a feladatokat, akkor megint meg tudják együtt beszélni. Nagyon fontos ma a kommunikáció, hisz senki nem egyedül fog dolgozni. Mindenki valamilyen csoportban lesz, hogyha lesz egy munkahelye, tehát az együtt való munkálkodás, az egymás segítése nagyon fontos dolog. Tehát tényleg fontos a kommunikáció, és fontos a gyakorlat, fontos a játékos tanulás, meg a csoportmunka. De az elmélet része mi van? Hogyan működik az egész? Az elméletet honnan, mikor, hogyan fogják elsajátítani? Tulajdonképpen ezzel az elméletet sajátítják el, hiszen a tananyagot viszem fel, saját készítésű tananyagaimra. Tehát van, amiből van tankönyvünk. Matematikából én egy kompetencia alapú tankönyvcsomagot használok az internetről. Tehát van egy tankönyv, természetismeretből egy nyomtatott tankönyv, ami megvan a diákoknak is. Énekzenéből is kétféle tankönyvünk van. Van egy nyomtatott tankönyv, illetőleg én az interneten csináltam nekik egy saját készítésű tankönyvet. Tehát a tananyag megvan. Ehhez én készítek interaktív tananyagot, ami a táblán játékosan elhangzik, és már is itt van az elmélet. Az imént láttuk, hogy az elmúlt néhány percben énekzene órán egy nagyon izgalmas és érdekes feladatot oldottál meg. Miben jelent az interaktív tábla másod például a zenetanulásban? Egyszerűbb, izgalmasabb, játékosabb. Az osztály, ahol most vagyunk, ők szakmai ismereteket szereznek. Itt viszont ezeken az órákon megszerezhetik az általános műveltséget is. Miért válik ez a javukra? A jövőben fel tudják ezt használni? Én úgy gondolom, hogy fognak emlékezni erre a tudásra, és hogyha valamelyik területtel szeretnének jobban foglalkozni, akár önképzéssel is megtehetik, de amennyiben a későbbiek során érettségit szeretnének tenni, akkor lehetőségük nyílik a mi intézményünkbe is szakma után érettségire felkészülni, és akkor ugyanezekkel a közismereti dolgokkal találkozhatnak iskola szinten is. A játékos tanulásban az interaktív tábla mellett még számos más eszköz is segít. Smart Response interaktív szavazó rendszer egyik klikkere, amivel lehet felelni, illetőleg választ adni arra a kérdésre, amit kivetítünk a táblára. Hogyan használhatják, vagy hogyan használják ezt a diákok a gyakorlatban? A gyakorlatban ez úgy történik, hogy otthon készítek vele egy feleltetést, 5 vagy 10 kérdést szoktam nekik feltenni. Ennek megvan egy megfelelő módja, amit most nem mondok el, mert hosszadalmas lenne. Itt az iskolában tulajdonképpen van egy ilyen, én úgy hívom, hogy az agya, a feleltető rendszernek bekapcsoljuk, és ezzel lehet egyébként akkor válaszokat adni. Megvan ennek is a módja, hogy előzőleg ilyen próbajátékokat készítettünk. Ezt nemrég használom, ezt a készüléket,
Legelőször még Egerbe használtam egy bemutató tanításon, ahol általános iskolákat tanítottam, és rákerült egy DVD-re az egész és minden iskolának, ez kiment segédanyagnak, és utána nagy örömömre pedig a pályázat egyik külön díjasa voltam, és megkaptam ezt az ötegységes szavazórendszert, így körülbelül január végétől használjuk itt az iskolába. Milyen eredménnyel? Sorbálnak a gyerekek a felelésért, szeretnek vele felelni, annak ellenére, hogy nem mindig kapnak ötöst. Ugye a rendes kategória, hogy 30%-tól 2-es, 50%-tól 3-as, 70%-tól 4-es, 90%-tól 5-ös, azonnal látható, tehát ha én befejeztem vele a munkát, akkor ők saját maguknak egy gomb segítségével odalapoznak, hogy mennyit értek el, és már is tudják, hogy hanyast kaptak. De nem csak a diákok kapnak segítséget a tanulásban, hanem a pedagógusok is az oktatásban. Ez egy bambú nevű interaktív rajztábla, ami arra szolgál, hogy itt az ölembe is tudok tulajdonképpen dolgozni, nem csak a monitoron, mert ha írni akarok kézírással, akkor ezen sokkal jobban tudok dolgozni. Például otthon nincsen táblám, tehát otthon ezzel dolgozok, ezt is nyertem, és nagyon szeretem használni. Zárszóként mit lehetne elmondani? Eredményes volt az új táblák használatába, ebbe az új modern technológiába belevágni? Igen, nagyon eredményes. Ez többszintű. Ha a diákok szempontjából nézem, akkor egyértelműen azt tapasztalom, hogy aktívabbak, fegyelmezési probléma nincsen, és sokkal jobban megjegyzik a tananyagot. Ha magam szempontjából nézem, akkor azt látom, hogy én is rengeteget fejlődtem. Megtaláltam egy új lehetőséget, mint hobbit, és mint egy tananyagfejlesztést, és hogyha pedig az iskolát nézem, akkor pedig rengeteg olyan eredményt értem el, amivel természetesen az iskola ugyanúgy büszkélkedhet, mint én, hisz az iskola dolgozója vagyok.